A mai videóban ismételten költeni fogom a pénzemet a Stumble Guys-ra, ugyanis már eléggé jó haladok a PES-en, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kellene vásárolni, de nincsen 1200 gemem. Régebben amúgy a shopban voltak elég jó gemes offerek, de mióta a játék rájött, hogy én ilyen elképesztően beteg dolgokat is képes vagyok megvásárolni, azóta folyamatosan ezeket a mega offereket meg hasonlókat dobálja, ami egyszer elég volt, szóval most már nem szeretném még egyszer megvenni. Legalábbis egyelőre nem. Úgyhogy 800 darab gemet fogunk vásárolni, aminek köszönhetően végre meg fogom tudni venni a Stumble Pass-t, amin egy csomó-csomó pörgetés, csomó-csomó különböző jutalom lesz elérhető, amit természetesen ebben a videóban meg is fogunk nézni. Fogunk itt szerezni például Legendary skint is, és hát nagyon remélem, hogy nem sokára pedig végig is sikerül vinnem a Pest, ahol egy újabb Legendary skint és végre valahára a rugást meg tudom szerezni. Olyan szinten fogok lerugni mindenkit, mint a rohadt élet. Amúgy van itt a shopban ez a garantált skin is, 1500 gemért, de hát nem tetszik. Megmondom az őszintét, úgyhogy ezt nem fogom megvásárolni. Írjátok le a kommentbe, hogy nektek hogy tetszik ez a skin, és hogy szerintetek megére 1500 gemet, azaz körülbelül olyan 1700 forintot. Szerintem nem. De hát mindenki döntse el maga, én viszont lecsapok erre a 800 darab gemre. És ott is vannak a gemek, sikeres volt a vásárlás, ez pedig azt jelenti, hogy meg tudom vásárolni a Stumble Pass-t éppen hogy 1200 gemért, hát sok gemünk nem fog maradni, de kit érdekel őszintén, úgyhogy BAM! Stumble Pass ott is van, aktiválva is van, ami pedig azt jelenti, hogy egy csomó-csomó jutalmat be tudunk lémelni, hát először is gemeket, illetve Stumble tokeneket beszedjük, ami azt jelenti, hogy mégse 30 gemen marad azért, szóval azért jön itt vissza egy kis gem, annyi nem, hogy újra meg tudjuk majd venni. Kaptunk ilyen újfajta footsteppeket, ez is a Halloween-i témához kapcsolódik, mint ahogy ugye ez az egész season, ugye az emóták is, a különböző footsteppek is, minden ehhez kapcsolódik, láthatjuk, hogy animációt is szereztünk. A mai videóban nem csak kipörgetni fogjuk ezeket a pörgetéseket, amik itt elérhetők a PES-en, hanem azzal a skinnel fogunk játszani, amit pörgetünk. Akkor is, ha nagyon gagyi skin, akkor is, ha nagyon béna, ez a videó lényege. Illetve nem teljesen igaz, hogy amit pörgetünk, inkább úgy mondanám, hogy amit szerzünk, ugyanis először is behúzzuk ezt a Jack Lantern skint, kapunk egy pörgetést, amiben csak ez a skin elérhető, ami egy legendary skin egyébként, ahogy láthatjátok is, úgyhogy nagyon-nagyon király, hogy végre valahára van ingyenes skin először a Stumble Guys-ban, a Stumble Pass-en, ráadásul most ugye kettő is van, de egyelőre ezt tudtuk megszerezni, úgyhogy be is rakjuk igazából alapskinnek, és ki is fogjuk próbálni, az első mérkőzést ezzel a skinnel fogjuk lejátszani, reméljük, hogy sikerül egyből megnyerni. Elég viccesen néz ki amúgy ez a skin ezzel a hatalmas tökfejjel, nem tudom ez hogy fog kinézni a játékba, hát derítsük ki. Na itt is vagyunk az első meccsünkben, hát senkinek nincs meg ez a tökös skin, vagy legalábbis senki nem olyan tökös, hogy ezzel a skinnel jöjjön, de egyből sikerült is elcsesznünk, gyakorlatilag az első ugrást ennek köszönhetően, a nagy tökfeje lerántotta a skint, és nem tudtunk akkor átugrani. De mi a szart művelünk amúgy? Itt kell most egy kicsit meghúzni. Nem akarok kiesni, légy szíves. Ez még nem esik le, ez még nem esik le, nagyon jó. Nagyon jó, benn vagyunk, éppen hogy de benn vagyunk. Jó, kezdésnek elfogadom, kezdésnek elfogadom. Űrpálya, hát jól van, figyelj, nem a legrosszabb, de nem is a kedvencem. Azért 8 közé illene bejutni ezen a pályán. De az elején itt van egy kis okoskodás, hogyha ide felugrunk, akkor onnan már lehet egyből oda menni. Onnan ide, és ezzel így meg lehet így löketni magunkat az égbe, és akkor előrébb tudunk vetődni, hát nem így. Ha így nem olyan át tudunk odaugrani? Áááá, ne! Hát ez szoporról le lesz, srácok, már most mondom, ebből a körből úgy érzem, hogy kiesünk. Gyerünk közép, gyerünk, gyerünk, menj már bele! Áááá! Hát srácok, nem lesz a kedvenc skinem, sajnos nem nagyon vált be. Bemelegítésnek nem volt rossz, viszont reméljük, hogy kapunk valami jobb skint a következő körre. Nézzük, mik vannak itt nekünk, nézzük meg akkor mondjuk ezt a pörgetést. Nézzük, hogy milyen skint kapunk, és hogy mivel kell játszanunk a következő menetben. Azért jó lenne nem valami nagyon ultra gagyival. Majdnem egy legendary, viszont nem más, mint ez a gyönyörű Halloween-i skin, ami már ugye megvan nekünk, de ez senkit nem érdekel, attól még ezt fogjuk beállítani, és ugyanúgy 15 Stumble tokenre át tudjuk konvertálni, ezzel a skinnel fogunk játszani a következő meccsen. Hát a Halloween-i témához továbbra is illik úgy, hogy a tökös skin is, meglátjuk, hogy mennyire lesz jó, reméljük, hogy jobb lesz, mint az előző. Abba a szoknyába azért nem lehet olyan kényelmes futni, meg vetődni. Na jó, egyelőre itt az mezőny élén hal...
Így van, egyelőre a mezőny élmezőnyében haladunk, hogyha ennek a mondatnak bármi értelme is volt, itt ezeket a részeket gyorsan át futjuk, de mi a szar? Soha az életemben nem estem még ott le. Jó, pont beérünk, let's go! Hát megint egy necces első kör. Na, havas pálya, elvileg itt jónak kéne lennünk, nincs rá semmi okunk, hogy szarok legyünk. Jó, egyelőre jók is vagyunk, itt jó lenne, nem találna telibe egy hógolyó, nagyon jó. És akkor itt pedig, jó lenne, nem találnának el ezek a vackok, nagyon szép. És be is fogunk érni a top 8-ba. Ami azt jelenti, hogy érkezhet az első döntő a mai videóban. Let's go! De utálom ezt a pályát, Istenem! Ne essél le! Jó. Itt, de nem hiszem el. Persze, hogy ért be valaki ennyi idő alatt? Hát egy fokkal jobb, a döntőbe bejutottunk, viszont a nyerés most sem jött össze, viszont hát szépen lassan építkezünk felfele, a következő körben jó lenne, ha nem csak bejutnánk a döntőbe, hanem meg is nyernénk, persze ehhez kéne valami jó skin is. Nem kérem ezt a csodálatos zombi skint. Na nézzük, milyen skinnel fogjuk lejátszani a következő menetet, amit nagyon jó lenne megnyerni, szóval valami fantasztikus skint kéne hozzá kapnunk. Most komolyan ez a nyurga pingvin lesz? Nem, hanem megint egy halloweeni skin. Hát mint hogyha a játék kötelezőnek venni, hogy nekem halloweeni skinnel kell játszanom, és majdnem ugyanazt a skin megkapjuk, mint az előbb, csak más színben. Hát jó van. Jaj, ezen a pályán csak azért nem szeretek játszani mostanában, mert fogyatékos mindenki, teljesen idióták. Átugrálunk ide, nem essünk le, nem vagyok hajlandó leesni, könyörgöm, kérlek szépen! És nézd meg, hogy áll ez a szar, nézd meg. Mindenki egy idióta, nem képesek ezen a pályán játszani. Na jó, ezt a részt, ezt legalább meg tudjuk oldani. Hogy néz ki ez a skin? Hogy néz ki? Nem lehet vele játszani. Nézd meg, csak nézd rá. Nézd rá, mi ez? Na jó, itt most nincs hibázás ezzel a fantasztikus motoros, vagy mit tudom én milyen skinnel, nincs hibázás, nincs rontás. Megnyerjük. De rúgjad már a légy szíves édesanyádat. Na jó srácok, itt vagyunk a top 5-ben, de... Ez a rugás, hú de jó, ha meg lesz... Fú! El nem tudom mondani nektek, mi lesz itt, hogyha meg lesz nekem az a rugás. Végre valahára egy normális helyezésen beértünk a célba. Na jó srácok, ezen a pályán fullos vagyok, úgyhogy nem szabad hibázni. Nem szabad még egy ilyen szar skinnel sem hibázni, le kell hozni a top 8-at nagyon simába. Nagyon simába. Gyönyörűen már az első között is vagyunk. Ez a helyezés tökéletes is lenne nekünk ebben a körben. Innen már ide és ide át is lehet ugrani. És már csak egy darab ilyen forgófirgő hülyeség van ide, és... Lazán benn vagyunk srácok, az a helyzet, ne csúszkáljál te sehova kis köcsög. Ott is vagyunk a célban, ott is vagyunk a döntőben. Amit most jó lenne megnyerni. Ott nagyon jó. Hogy de mennyi labda, nagyon jó. Jók vagyunk egyelőre. Csak azok ott fognak fönt futni, de nem tudnak oda fölmenni, de valaki föl tudott. Jó srácok, itt jövök középen, nem hiszem el! Nem mondod komolyan! Ezt én nyertem volna meg, hogyha nem rúgnak le és nem jön az a rohadt labda. Majdnem megvolt. De hát majdnem, kanállal ugye nem lehet levest tenni. Na srácok, van még 3 pörgetésünk és utolsó kör jön, úgyhogy most a 3 skin közül, amit pörgetünk, választhatunk, hogy az utolsó kört, amit tényleg nagyon komolyan veszünk és megnyerünk, melyik skinnel szeretnénk játszani. Az első opciónk, ez a csirke, ami még szerintem meg sincsen, fantasztikus. Ezért most kelt ki a tojásból, első élmény, amit meglát a szemével, az nem más, mint egy győzelem. Következő pörgetés, ennél azért lehetne jobbat pörgetni, azt kell, hogy mondjam. Esetleg... Hát... Ezt köszönöm, nem kérem, annyira nem legendás, és nézzük meg a harmadikat. Hát, ha valami jó skin. Csirkénél azért nem lenne nehéz jobbat. Például ez a... ez jó.
Most komolyan választhatok, hogy egy tojásból kikelt csirkével, vagy egy felnőtt kakassal szeretnék játszani? Mi a szar? Nyilván mindenki speciállal, meg hasonlókkal, nekem is vannak ilyen skinjeim, de én inkább ezzel a gyönyörű szép csirkével szeretnék játszani, mert miért ne? Nem vagyok hajlandó leesni, jó, jó, ez nagyon jó pozíció, de innen most én nem megyek tovább, döntsétek el ti, hogy ki megy tovább, a boxolást meg most felejtsétek el. Nem hiszem el, jó, az ott át, átérünk, nagyon jó, és ezzel be kell érni, így bevetődünk a célba, nagyon jó, kötelező, hozzuk egyelőre a kötelezőt. Hála Istennek, hogy ezt a csúszdát nem a döntőbe adta be, mert ott olyan trükkös emberek vannak, akik így átugrálják a fél pályát, hogy csak na. Úgyhogy én meg ezt a részt se tudom már rendesen megcsinálni. Itt talán ennyi, amit meg tudok tenni, hogy itt átmegyek így. És ennyire vagyok képes trükkök szempontjából, aminek igazából a haszna az a nullával egyenlő. Viszont az a baj, hogy rohadt sokan vannak már előttem. És most hiába vagyok itt rohadt jó, oda föntre valahogy nem tudok felugrani, mert ugye oda is föl lehetne. Meg itt lehet valahogy a szélén menni, de most nem most lesz az a pillanat, amikor én ezt kipróbálom! Légy szíves! Légy szíves! Menjél már csirke! Mit csinálsz? Mi a szart csinálsz? Mi a szarért fetrenget ott a rohadt vízben egy fél órán keresztül? Hát meg egy madár, annak úsznia kellene a rohadt vízen a csirkének. Hát kacsa! Hát srácok, képtelen vagyok ma nyerni, az a helyzet, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem azért jól éreztétek magatokat, tetszett nektek, szórakoztató volt, ha így van, és remélitek, hogy legközelebb összehozunk egy újabb vint végre valahára, amit ma nem sikerült, akkor csapjatok egy lájkot, iratkozzatok föl későbbi StumbleGuys-os tartalmakért, nézzetek szét esetleg a csatornám, mert már van egy csomó-csomó több száz pörgetéses videó, meg addig pörgetek, amíg speciált nem nyitok videó, meg nagyon izgalmas tartalmak a StumbleGuys-zal kapcsolatban. Úgyhogy nagyon megköszönöm, hogyha elküldöd ezt a videót haverjaidnak, ismerőseidnek is, ha pedig szeretnél még több StumbleGuys-os tartalmat látni, akkor ide kattintva meg is találsz jó párat, úgyhogy csekkold őket, hogyha még esetlegesen nem tetted, hogyha pedig nem vagy még feliratkozva, akkor kattints ide, és egyszerűen meg tudod ezt tenni. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, én Hunter voltam, szevasztok!